legutóbbi versenyen találgatni lehetett, hogy mi az oka a kiállásotoknak. Tudtátok orvosolni a problémát? Igen, tudtuk. Eltört egy szeleprugó, és ez széttörte a szelephimbákat, úgyhogy ez kijavításra került, úgyhogy most egyelőre jól funkcionál a motor. Az első gyorsasági nagyon csúszott a hátsó gumink, úgyhogy össze-vissza mentünk, de aztán folyamatosan gyorsultunk, a másodikon már jobbat mentünk, most a harmadik gyorsasági, meg már egy kategória második időt sikerült mennünk. Abszolút, abszolút értékelésben is egész jó lett már ez az utolsó harmadik gyorsasági, úgyhogy most próbálunk gyorsulni. Egyelőre az autó bírja ezt a meleget, mi kevésbé, mi kevésbé bírjuk, de hát azért egy kis vízzel tudjuk orvosolni a problémát, így magunk felé. Idáig ebből a három gyorsaságiból melyik tetszett a legjobban? Most, hogy láttam a harmadik eredményét, egyértelműen az, de igazából talán a második. A második, ott még nagyon sokat tudunk javítani, mert egy-két kanyar rosszul is volt felírva, tehát ott még lehetett volna sokkal többen úgyhogy ott azon még fogunk javítani. Nagyon szeretnénk, ha kibírná az autó végre, ez a fő cél, hogy befejezzük a versenyt, és aztán szeretnénk pontot gyűjteni, nem határolódunk el semmitől igazából. És navigátorként milyen ez a meleg az autóban? Hát ez nagyon nehezen viselhető, nagyon nehezen viselem, de azért igyekszek oda koncentrálni, és akkor azért úgy sikerül megoldani. Hogy álltok most a versenyben? Kérlek szépen, meglepően jó. Kategória 3 és abszolút harmadik helyen vagyunk. A apróbb kalandok ellenére és az óvatoskodások ellenére. Az első elég meleg volt konkrétan. 30-as gumikat raktunk föl előre, és nem mentem még ilyen abroncsokkal. Meg kellett szokni, meg kell tanulni, még mindig nem sikerült. Úgyhogy az első jobb háromba belógattuk az erdőbe a hátulját a kocsinak, de sikerült megoldani. Második-harmadik jól sikerült, van egy kis előnyünk, azt megpróbáljuk beosztani, szeretnénk dobogóra állni. Attival nagyon szuper minden, az első méterektől kezdve felvette a ritmusomat, és nagyon jól koordinálja azt, amit csinálok. Hol gyorsít, hol lassít, úgyhogy meg vagyok elégedve mindennel. Kocsi is jó, ja, nagyon jól érezzük magunkat. Van egy kis futómű problémánk, van valószínűleg a gumik miatt, de srácok orvosolják, úgyhogy megyünk tovább, nyúzzuk. Én úgy látom, hogy az első méterektől kezdve meg volt az összhang, abszolút. Tényleg egymás ritmusát elkaptuk, én úgy érzem, hogy tényleg tudom hol lassítani, hol gyorsítani. El is hiszi nagyjából, amit mondok, talán az első gyors, azt beszéltük, hogy az nem úgy sikerült felírni, ahogy mi elképzeltük, különböző okok miatt. De azt gondolom, hogy teljesen korrekt minden. Hova fogtok beesni a nap végére? Maradni fog ez a harmadik hely, hogyha nem lesz kaland, és észre megyünk, már pedig észre fogunk menni. Mert megint jó kis pontokat tudunk begyűjteni, ami jó lesz az évvégi értékelésnél mindenféleképpen. Én azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy nehéz volt feldolgozni, vagy nehezen dolgoztuk fel a Csákberényi, szóval az első pályát a leghosszabbat. Nekem azt tetszik a legjobban, egy kicsit azért van benne technikásabb, zizisebb rész is. Viszont a második, az oroszlányi, az egy abszolút etalonpálya, az nagyon-nagyon bejön mind a kettőnknek, én úgy hiszem. A meleggel mi a helyzet? Nem bírjuk. Inkább mennénk le, mert fürdeni a Velencei túra, vagy a Siófokra, én nem tudom. Borzasztó!